Én szőke városom. Pillanatképek Nyíregyháza múltjából című időszaki kiállítás nyílt a Kálai gyűjteményben. A kiállítás érdekessége, hogy egy olyan jeles évfordulóhoz kapcsolódik, mint Nyíregyháza újratelepítésének 270. évfordulója. Tulajdonképpen itt három kiállító anyagát tekinthetjük meg, hiszen látható Hammel József fotóriporter 50-es, 60-as évekbeli fotói Nyíregyházáról, láthatók a Révész Géza fotós mai Nyíregyházát bemutató fotói, illetve láthatók Balázsi Pált képeslapgyűjteményéből, közel 900 darabból kiválogatott kis szösztenet, úgyhogy mondjam azt, hogy nagyon színes az anyag. A program második felében emlékplaketteket és emléklapokat adtak át azoknak, akik évek óta támogatják a Kálai gyűjtemény munkásságát. Urik Attila alpolgármester, aki maga is díjazott volt, számot vetett az újratelepítés óta eltelt évszázadokkal. Elsősorban mutatja az idő múlását és a történelemnek a változását is, hiszen a képeslapgyűjtemény, ami magángyűjteményből van itt, az 1890-es évek. Kezdve mutatja be Nyíregyházának a különböző épületeit, a belvárosát, Sóstót. Ott van egy adott állapot, ez Nyíregyháza ugye egy nagyon jelentős fejlődési szakasza az 1890-es évek. Nyilván van közötte két világháborús időszak, de szabott egy arcot a városnak. És utána van egy Hammel József gyűjtemény, ami múzeumnak a tulajdon, a Jós András Múzeum tulajdon, ami a 60-as éveknek a belváros épületeit mutatja. Hogyha valaki igazából szemügyre veszi, akkor láthatja, hogy még macskakövek vannak, láthatja, hogy hogyan néznek ki ezek a házak, hogy milyen boltrendszere volt, kis boltrendszere itt a belvárosnak és a környékének. És utána van egy kis ízelítő abból, hogy milyen a 21. századi város. Nyilván ez egy olyan 110-120 éves időintervallum, ami alatt azért látható, hogy a város mennyit modernizálódott, mennyit fejlődött, hogy azok a történelmi korszakok, amelyek egymásra épülve az eltelt időben a város jellemezték, hogyan változtatták meg, mert nyilván már sok épület nincs meg, ami régebben megvolt, úgyhogy egyfajta emléket is állít, mutatja azt, hogy milyen volt ez a város, és mutatja azt is, hogy milyenné vált. A kiállítást a Városnap alkalmából hívták életre, és közel másfél hónapig megtekinthető a Kálai gyűjteményben, dr. Kálai Kristóf LEGO portréjával egyetemben.